Sziasztok, Black Venom vagyok, és ez itt a Heroes a Tribes of the East 12. része. Az előző részben sikeresen megcsináltam Gotai kampányát, és akkor úgy látszik, ismét Zehirrel kell lennünk, mint az alapjátékban is. Csak 4 követés van. Fura. Eddig mindig 5 küldetés volt minden pályán. Itt meg csak 4. Annyira megelégelték Zehirt, hogy már inkább csak 4 küldetésbe lehet vele játszani. Elegük van Zehirből, meg amilyen jó beszólásai voltak. Na lássuk is. Habár végre biztosította pozícióját az ezüst városokban, mint első a körben, Zehir nem pihenhet meg. Nekromanták, démonkultisták és orkok támadnak északról. Noxies, grab the buckets and mops. Hát ez kurva jó. Akkor 3 el is kell menni. A Griff birodalombeli Isabelláról szólt pletykák már csak a habot jelentik a tortán. Zehirnek meg kell látogatni az északi városokat, hogy lássa, mit tehet, és hogy kitalálja, mi igaz azokból a fura történetekből, amelyeket a Griff királynőről mesélnek. Jaj, de jó. Nos. Mi legyen bónusznak? Kane. Gerénpáncol egy fantom erők. Hát általában a fantom erők azok... az nagy segítséget hozott nekem. Ez visszatérve a pályára. Úgyhogy maradok a fantom erőknél. Milyen szép páros. Mert gyavítja a Gremlin Goblin. Na, hogy tudjuk az a mágus? Totyagnom itt az öregembe. Ó! Oh. Micsoda tisztelgés. Ó, oh, és itt van Kurog meg Kujin. I'd like to greet you, but I'm not sure how. We have orc greeting for strangers. No, Gotai. No axes. Orcs also have a greeting for neutral tribes. Ah, lovely. What is it? We say hello. What's on your calendar book? I see. Aha. Yes. Well then. Hello. Hello. Right, down to business. You may not see it this way, but you have done us a huge favor by wiping out those demonists. See? Orcs are friendly. Hát az orkok barátságosak, ja. Yes. To thank you, and I suppose apologize for the nasty bits of our shared history, I would like to give you this. It was left behind when Kunyak led the orcs from Shahidia. The staff of Kunyak. Kunyak botja. Of Kunyak. Ah, great gift from time when orcs found freedom. Yes, the staff of Kunyak. Kunyak was wise. He said the demons are orcs' first enemy. Wizards and knights are second. Very wise, very wise. I like Kunyak. And I hate Kedvenc a Kunyakot. Demons are in Griffin Empire. Csak azért, mert fél az orkoktól biztos. Summons demons to city every day. What? So that letter was right. We defeated the sovereign in Queen Isabel's war, but it looks like he's still muddling in the Griffin Empire. You fight Kabaleth, king of demons? In Sheog itself, with Clan Lord Raylag of Yggdrasil, Finden of Irulan, and the Griffin Lord Godric. We baited him in his lair and struck him down. Wizards are good. Zehir is good. Orc friend. Zehir wishes to fight more demons. Not really. I can think of lots of things. 26, actually, that I'd rather do. However, analyze, itemize, then prioritize. 26 dolgot csinálják legszívesebben. Then go to Night's Lands. We collect orc troops, scattered clans. We go to main city, Talengard, to
wipe out demons. I'll meet you there. But let's not be too hasty. If something is wrong with Queen Isabel, there's one person who will know what's up. My old friend Rayleigh. Az én örök... Oh! Attól megváltoztatták a képét, érnek már nem ilyen hosszú haja van. Lehettek, mert azért nem is volt hosszú haja szinte. Úgyhogy nem értem, hogy miért úgy csinálták meg. Képen, de mindegy. Akkor... Csak ugyanaz a képessége van? Elementálk mestere, ja. Alapban 25-ös szinten kezdek, mi a fasz? Nem is rossz. Lásd csak, ahogy nézem. Hát ahogy nézem, Zehir direkt úgy lett csinálva, hogy nem lett neki ultimate skill. Na se baj, hát akkor nem lesz ultimate, és ennyi. Na, mekkora seregem van? Nem sok. Inkább csak egy mentésnek, hogyha szorús jön neki. Inkább nem küzdök ezek ellen, mert ki tudja még mekkora sereg lesz szükségem. Kulát kell jönni. Egy dzsin. Dzsin vezér. Vezír. Vezír! Lila játékos köre. Az olyan démon vagy... Mennyit három játékos is van, király. First of the circle. Your wish is granted. Your flying city is here. You may summon it during your travels, but it will require a large space to land. A special space. Finally, now I can take my town with me wherever I go. Wait, how did you handle the energy question? It is your city. It is driven by your own power. You may summon it, but it will consume a part of your soul. Eat the precious knowledge that you value so highly. Why must jinns always give with one hand and take with the other? Can you show me how it works? Of course. Like this. Wait, no! I wanted to... Great. Thank you. Mi a fasz történik? Szóval... Van egy hordozható városom. Hát ilyet még nem basztam. Hát... És 8-as szintű lettem. What the hell? Bazd meg. Legalább a seregem nem lett oda. Azt a kurva. Szóval van egy hordozható városom, de az, hogy azokat a város lerakjam, egy csomó XP-t fel kell áldozni. Hát ez aztán fantasztikus. De... milyen áron van ez a város? Why did the universe create them with such a malicious sense of humor? My Lord Seer, I have been sent by the Circle with another terribly useful spell for you. Yes? Look, you can summon creatures to help you. You can call units from the Silver Cities direct to your location on Azure. Another
helpful spell. I'm almost afraid to ask how it works. Hát, inkább ne kérdezz meg. How it works? It works like this. Noxies! Noxies! Narcisz! Most megint vesztettem képességeket, hogy mi van? Hogyan kaptam dzsint? Milyen randomba kapok dzsineket naponta, vagy mi? Hát ez bizony érdekes ez a pálya. Furán kezdődik. De kicsit ópolyvá tették akkor így a hírt, hogy így hordozható városa van. Naponta kap egységeket. Ja, és naponta kapok egységeket. Mi a fasz? Egy hetente? Ez így jó. Ó, az a golem remélem, hogy csatlakozik hozzá. Beszarom, hogy hordozható város. Hé, van egy városom. Elrakom a zsebembe. Majd jó lesz ez. És nem áll ki. És nem csatlakozik. Mindenesetre érdekes ez a pálya. Még ki nem derülnek Zairről. És olyan hány helyre idézhetem a városomat? Így alapból mindig egyes szintű leszek szintű, hogy meg kell idézni egy várost. Vagy mi van? Ó, az oroszlán koronája az jól jöhet még. Ez így jó. Hát akkor legyen ez. Golem készítőt. Tündi. 14, 35, 15. Megnézem, hogy naponta kapom el esetleg, vagy hetente. Úgy látszik, szerintem csak hetente. Narcisz! Meg azt az akadémia koszárnyát be kell foglalnom. Mindenképp. Te megteremted a következő negyed. Ötven obszidián golem megölését öt kén is. Na, az, hogy megölésért. Most meg kell ölnöm? Ah, érted, de mi az, hogy megölésért? De... Nem megöltem azt, hanem... De... Értem, hogy napon, hogy mi az hetente fel... Felhoz valamit, hogy... Bizonyos XP-ért, aranyért meg valamilyen cuccért, nyersanyagért,
kapok bizonyos egységeket. Mi kéne nekem? Hát ez se kéne. Na akkor max. Ez így érdekes amúgy. Csak az szól, hogy így folyamatosan veszitek XP-t. Képességeket. Szerintem az lesz, hogyha kincses látist találok, mindig a XP-t választom, mert folyamatosan pótolni kell azért. Érdekes. Hát ez az a hír most. Legalább hetente több egységet kapok az átlagnál. Földrengés vártatot tanultam ki. Ez jó is. Ginike. Ezt a hetet még megvárom. Abban, hogy nem tudom, hogy érdemesebb beáldozni így. Mindig egy nyersanyagot meg XP-t. Némi egységért. Piac teret. Ötven obszidián. Megint? Szarok bele, legyen. És 1500 tapasztalat az kb. Egy kincses láznak felel meg. Rendek már egy cseket. Hogy nincsen rá pénze. Most jelenleg obszidián golemeket kaphatok, és akkor vagyunk következő pályára. Más kapok. Jó, láss csak ez mit is tud. Gremlin mester ott abból, és most van egy Gremlin szabotőr. Szabotázs. Szabotázs! A lény képes bármilyen mechanikus ellenség. Szóval az gépeket tud szabotálni, csak statilag. Mégis statban jobbnak tűnik, abban is, de ez viszont golemeket tud javítani. Hát nem tudom. Melyik lenne jobb? Javítás vagy szabotázs? Úgy gondolom inkább, hogy gépek nem is igazán lesznek szerintem. Se erre a pályára, szóval maradok a siamesternél. Hoppá, azt meg nem állítottam át. Hmm.
Ezt a körvényt megvárom, aztán tovább állok. Kell a pénz is. Ó, megadt a kapitólium is. Na. Indulás tovább. Lásd csak, merre kéne menni. Ott egy nyersanyag lelőhely. Szóval befoglalni. Mi a franc? Across our lands. Though on your road, you'll meet rebellious clans who hate all those who are not born here in Ig-Chul. I'm not worried. Noxie's brought his most dangerous brooms and shovels for the job. Very well. Shepherd Shopper. Ez miért sikertelen? Az a követés nem értem. Na mindegy. Csak azért, mert nem sikerült találkoznom, mert a laggal, mert elment valahova. Nem kell. Van itt egy aranybánya. Ez a gyűrű viszont... Ez nem jó, az a gyűrű, nekem nem tetszik sose. Üdvözlő látogató, hadd kísérjünk el utaton. Hát, jó. Isn't that unexpected? Oh, and it is. It is gloomy here. We can keep each other company. Lovely idea. We'll escort you along. A csatában kell feláldoznom őket. Érdekes. És hogyha megszabadulok az orgyilkosoktól, azután mi lesz? Nem küldhetem el őket, mert akkor felázadnak, hogy mi? Nem tudom, mindesetre... Csak egy mentést, hogy már akkor, hogyha elküldöm őket. Ja. Akkor el nem szegülnek.
Akkor jól tudtam. Na mindegy. Akkor magamnál tartom. Amíg nem okoz gondot, addig jó. Tanítás. Az jó az. Nem sok bánya van errefele. Ez jó lesz. Ki a ráksasz a Rani épülethez. Hát, legyen. Ez jó. Csavó nyersaim megint. Nem csak a boszorkány mit tanul, mit taníthat nekem. Ezt már megtanultad. Hát, kösz. Olyan kéne megszabadom azok a gyilkosoktól. Megoldom majd, csak... még egyelőre talán hasznomra lehet. Addig is tudnak ugye lőni. Inni. Darás felhő. Múmia. Jó, egy égkőbánya. Ez jó. Csak ma minden egységet tudok csinálni, jó? Akkor ezeket felfejeztem. A lila játékos tudja, hogy akkor sötét. Szajrajszusz gyűrű. Az jóféle. Zeérnek egyik tökéletes. Ez jó. És mit fejleszek? Ezt. Több nyersanyagra pénzre lenne szükségem. Jó, azt hittem, hogy több van ebből. Ó! Mi akkor, ha most feláldozom őket? Mi? Mi van? Nem lényt kell beáldozni, hanem tárgyat. Hát ez érdekes. Hát ilyet még nem basztom, hogy tárgyat kell beáldozni. Így. Ez fura. Na mindegy, azt hittem, hogy lehet úgy van csinálva, hogy nem szabad így, hogy nem lehet így sem megszabadulni a gyilkosoktól. Hát nem hülye ez a játék, hát nem hülye. Egy helyőrség. It's a
lot easier to come up with brilliant ideas than it is to get them done. Hálba szúrásból. Aha. Aha. Nocsak. Akkor viszont, hogyha már így állunk. Hogyha már így állunk, akkor téged, barátocskám, előre küldelek. De miért nem azt támadjátok, basszátok? Vagy... Hát ezt én nem fogom tudni megoldani. Ó, bassza meg. Ezt elkúrtam. És mi akkor, hogyha most... Mi akkor most, hogyha megcsinálnám esetleg ezt a küldetést, nem tudom. Na mindegy, én most így csinálom. It's a lot easier to come up with brilliant ideas than it is to get them done. Hát ez van. Na, hallottam, hogy valami ilyesmi lesz készülőbb, de... Többi csatába kellett volna valahogy megoldani, hogy meghaljanak. Hát ez így köcsökség volt. Na se baj. Ez csak nem számít így mínuszpontnak, hogy valami, hogy... Na most nem kell. Nincs is annyi kénem. Na a part szerkezetek. Az jöhet. Ó, egy város. Itt. Mindegy, jó az így. Jó nagy sereget vesztettem. Legalább már van egy városom, ahol több pénzt hozzá tudok jutni. És látom, megvan neki a raktár, úgyhogy nem is veszek onnan több épületet. De még van lila játékos köre. Ó, basszus, úgy látszik, nem csak ennyi volt a városa. Még biztos van valahol. De esetre jobb, hogyha visszamegyek a jobb seregért. Ó, itt is van egy kapu, hurrá. Áj.
Azok a rohadt orgyilkosok. De esetre akkor itt szerzek egy sereget, és akkor majd ide bevágom. Hát ugye itt van egy ilyen város. Összefoglalt ez a rohadék. Ez olyan nem is tűnik olyan nagy veszteségnek. Jó, az így. Ez még úgy is lesz. Úgyhogy megyek is tovább. Veszek egy natírt. Natíra szatírt. Befoglaljam azzal, nem akarok. Ó. Ja, még arra is el kell menni a... Bassza meg. Na mindegy, itt marad legalább őrködni. És itt is van egy vajson. Van vajad? Folyan ki fog kerülni? Nem, elfut. Jobban teszed, hogyha elfutsz haver, mert utolérek úgyis. Na most hova futsz? És kikerül a kis szemét. Na jó, ezt a csatát viszont nem. Jó, akkor tudjátok mi a teendő ilyenkor. Bassza meg. Amúgy így átnéztem a lényeket, hogy így melyik jobb a harmadik fejlesztés vagy a sima. Hát én úgy vagyok, hogy a Gremlin mesterből jobb ez, mert ugye gépeket nem fog szétszedni, úgyhogy inkább javítok majd a golemet. Ez azért jobb, mert sérthetetlen szinte minden varázslatra. A golemből meg inkább ezt az acél golemet szeretem, mert jó, hogy ez így magnetizál, az így elnyeri a varást, amit így rátokorázsol bárki, és akkor ő szenvedi el csak. De nincsen korlátlan visszatámadása, ennek megvan. Szóval inkább ezt választom. Csatamágusból meg ez. Mert ilyen mágia tompítás képessége van, az azt jelenti, hogy a körülötte lévő egységeket így kevesebbet sebeznek a varázslatok így rájuk nézve, hogyha ott van körülötte. Jim Bezért néztem, hogy szerintem ez jobb. Na jobb a mágia biztos. Jobban védem, mint ez. Ha rávarázsolnak mágikusan, akkor kevesebbet sebződik. Hát az egész akadémia egység most ilyen mágiai immun is. És ennek nem az a képesség, hogy olyan véletlen szűrőáldás, hogy így egy képességet nyom rá, hanem megnöveli a szerencsét, hogy valami. Szerintem azért ez hasznosabb. Úgyhogy ezt szeretem. Rákszoszában meg ezt a kéket, ami volt. Mert jó, hogy ez is ugyan, hogy tud rohamozni. Meg van egy forgószél támadás, ami azt tudja, hogy körülötte mindenki sebez. De van visszatámadás, szóval én azt szeretem, hogyha nincsen visszatámadás, úgyhogy jobban szeretem ezt. Megköltöm a maradék nyersanyagot is. Ebből tudjak venni, amit csak tudok, mert a dögvészete van, sajnos. És ilyenkor ugye meghal az összes egységem. Úgyhogy most... utána a dögvészetét. Nem kell nekem. Plusz 3 szerencse, tökéletes lesz. Azt mondja, hogy ez már ott hagyta a kincseket. Majdnem majd később visszajövök, csak esetleg ki akarom érteni ezt a lila játékost. Mindig zavar, ha valakinek más köre van. Barna játékos, amúgy remélem, hogy Wolfstan lesz, hogy valami, hogy így. Faszért futsz, úgyis elkaplak.
És melyik tovább fut? Na, ez a föld olyan szentély legalább jó, mert plusz 10% a egységemnek. Azban még egy szerencse. Na hol vagy már? Francba nem tudok utol érni. Jaj, vazd meg. You can run, but you can't hide. Meg is van a város. Ezt lehet, hogy inkább lejátszom már. Lejön már valami csata is. Közel, úgy. Így jó is. Miért pont a Ginnyt kell lőni? Én kevés a HP. Miért sebeznek ilyen nagyot? Orgyilkos. Ez láthatatlan tud lenni ez a szarházi. Csatánként 3 alkalommal lény. Ez jó. Hát akkor én nyomok egyet a mágusomra. Na jobb lesz a szerencséje legalább. Ó, hogy az a kurva. Akkor lövöm már ezt. Ez mi? Miért olyan baszott nagy szerencséje? Nekem meg nincsen szerencsém. Na, csak ennyi varázslatja van. Kilenc szerencsém van, és még így se találtam szerencsével. És ez mit? Összarás. Ingen, bal szerencsés vagyok. Viharidéző. Egy sebez ez? 50-et, hát az elég gyenge. Na, vannak annyi. Még tud a szomorúság. Ja, ez csak egy rész. Hát akkor legyen egy. Legyen egy fantom erők jóhoz. Csak ne találják el a tornyok. De miért nem szerencsésen támadok? Esküszöm, quick combatba szerencsésebb vagyok, mint a játékban. Ó, baszki, hogy pont odaálltam. De akkor legyen az. Bassza meg. Hát jó, az így felszerelésre tudom, és köszönöm nagyobb a veszteségem így, mint a
Nem vagyok szerencsés egyáltalán a csatákba. Azt kell, hogy mondjam. Nem is ez kell. Ez egy hihetetlen. Gyönyör, bal szerencsés vagyok. Az előbb miért értem ide? Ezt nem értem, hogy milyen lehetséges ez. Hogy lett az, hogy ide elértem egy kör alatt, most meg nem? Ó, anyám. Na mindegy, marad így. Mi kell nekem? Jó az. Jó, és még úgy látszik, van valahol. Miért ne lenne? Akkor elnézzük mondjuk errefele. Hány városa lehet? Ezen befoglalom a bányákat. Akkor biztos errefelé is van városa. Sőt, tuti. Aha. Ha jól láttam, az ott egy város lehet. A kurva anyját, ez honnan jött? Bassza meg! Akkor jobb lesz, hogyha visszafele megyek inkább. Akkor megnézem a másik irányból. És akkor jól rából megnézek széljelre. Basszus, mire odaérek ezzel? És nincs egy nekromanta varázslom sem. Mindegy, megveszem már akkor ezeket az egységeket. Akkor már megnézzem, hogy miket tud. És csak nincs első fűztelem, hogy lecsap és visszatér. Immunitás gyengeségre. Hát akkor ez jobb. Bér, nővér. Jó. Legalább annyi baj, hogy immunitás gyengeségre. Jobb a statja is. Mióta a Rusz kapitány. Dupla támadás élény bátorság. Bátorság aurája. Az mit tud? Csak ennyi. Hát akkor a gárdista jobb. És ez? Ez meg nem lövész. Hát érdekes. Hát kétte volna, hogy kikap, de legalább nem az ő vézettségek. Basszus, mire odaérek. Zeir, miért vagy ilyen lassú?
nézzük erre. Itt csak befoglalta és is húzott. Bazd meg, bajsam már megint. A francba szórakozik ez velem. Csak merre följött? Szorgál. Na jó, ezt kiírtam, de ekkor s reggel tudta, hogy ki fogom írtani. Nem akarom itt szórakozni ezzel a szarral. Sikerült itt nagyjából megtisztítom azt a radékot. És akkor most bekerítettem. Kb. Ekkor seregem maradt. De nem akartam itt szarozni. Úgyhogy... És akkor le is vagyok gyorsba. És akkor az a baj, hogy ez a végés a pályának. Szóval nem tudom így teljesen kiformolni. Ezzel nem tudom megcsinálsz, mint a... Az én, hogy bealkoda. If you... Z plusz A2 mi van? A222 hír. I'm off to Talengard. No, I should speak with Godric first. Alas. You do not know Lord Godric's fate? A victim of Biara, the false queen. Godric? I heard he was in jail and sick, but... Godric's daughter, Freyda, leads the cause. The true queen, Isabel, recruits as well. Isabel versus Biara, eh? Why am I not surprised? Off I go then to find Freyda and figure this out. Hát, látszik, ennyi volt ez a pálya. Én ki akartam azért farmolni a térkét, meg kitalálni ki az a barna játékos. Most tudom. Na mindegy, én nem fogom folytatni a következő részbe. Akinek tetszett a videó, azért egy lájkot, vagy iratkozzon fel, és találkozunk a következő részbe. Addig is sziasztok!